Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Ez a videó február 16-án jelenik meg. Ezen a napon a hold eléri az aranykaput az ekliptikán. Ez az aranykapu a hiádokból és a plejádokból áll, és a kos jegye és a bika jegye között található. Tehát ezen a részen van jelenleg a hold mozgása. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. Ez a holdház, tehát a hold jelenleg a kritika holdházban van. És ez jelenti ezt az arany kaput. Én ezt összeszoktam hasonlítani Holle anyó meséjével. Hiszen a hold elhagyja a kos jegyét, és áttér a bika jegyébe, átmegy ezen az arany kapun. A kos jegye az a tűz eleméhez tartozik, és az azt jelenti, hogy most valami lelkesít bennünket, vagy van egy impulzus. És ezt meg szeretnénk valósítani. És ha a hold áttér a bika jegyébe, tehát átlép az arany kapun, akkor a bika jegyénél a föld eleméről van szó. És az jelenti a reális dolgokat. Tehát ebben a kritika holdházban, vagy ennél az arany kapunál döntéseket hozunk, valamit szeretnénk megvalósítani. A kérdés csupán az, hogy hogyan állunk a dolgokhoz. Ezért hasonlítom ezt össze Holle anyó meséjével. Ha megvan a hit, ha megvan a bizalom, ha tudjuk azt, hogy ez a terv most megvalósul, akkor mi vagyunk az arany Mari. Viszont ha más irányba tekintünk, és úgy gondoljuk, hogy ó, ebből úgy sem lesz semmi, és feladjuk a terveinket, az álmainkat, akkor mi vagyunk a szutykos Mari, mert akkor tényleg ebből nem lesz semmi. Azon kívül, így február 16-án van egy kapcsolat a hold és Neptun bolygó között. Neptun bolygó az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz, megbízható számítás, Neptun bolygó az a halak jegyében van, ahol uralkodik, ahol jól érzi magát. Neptun bolygó jelenti az álmokat, a vágyakat. És a hold az jelenleg a bika jegyében van, hiszen áttér a kos jegyéből a bika jegyébe, áttér ezen az arany kapun, és akkor indul a bika jegye. És a bika jegyénél a föld eleméről van szó, tehát reális dolgokról. Ha megvan a hitünk, akkor, ha most indítunk valamit, megvalósul. De ebben kell hinni. Tehát egy álom most megvalósulhat. És megnézzük most azt, hogy mit mutatnak a kártyák. A kártyák hasonló dolgokat üzennek, mint ahogy a csillagok. Itt a kelyhek jelentik az érzelmeket, a víz elemét. Neptun bolygó a halak jegyében szintén, a víz elemében van.
Ez a kártya jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, ugyanúgy, mint Neptun bolygó. Itt lehet több terv is. Az egyik kehely jelentheti a sikereket, a másik kehely jelentheti a gazdagságot, a harmadik jelentheti a szerelmet. Tehát minden kejhet elfoglalhatunk egy álommal. Ennek a kártyának két jelentése van, ugyanúgy, mint Holle anyó meséjében. Mi vagyunk az aranymari vagy a szutykos Mari. Ha hiszünk ebben az álomban, és el tudjuk engedni, mert megvan a bizalom, hogy ez úgyis megvalósul, akkor mi vagyunk az aranymari. Akkor ez az álom valóra válik. Ha vannak álmok, tervek, elképzelések, és nem hiszünk ebben, akkor ez a kártya egy illúzió, ami csalódásokhoz vezet, és akkor mi vagyunk a szutykos Mari. Szerencsére itt megjelenik a varázsló, és segít abban most, hogy egy álom megvalósuljon. Tehát nála vannak bizonyos elképzelések, és most erősíti a hitét, és tudja azt, ezúttal ez a varázsló segíteni fog. A varázsló az jelenteti a varázslatos kisugárzásodat, ezt a varázslatos vonzalmat kettőtök között. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt látható az erő. Vagy ő ad erőt számodra, vagy te adsz erőt számára. Ezzel az erővel sikerül neki valamit megvalósítani, bebizonyítja magát. Persze, ez az erő lehet a belső erő is, a hit, hogy most ő hisz abban, hogy ez az álom varázslatos módon megvalósul. Itt látható a mozgás, hogy ő irányítja az eseményeket, az egyik partot már elhagyta, ez a múlt, és evez egy új part felé, az még nem látható, de meg lesz most a hite abban, hogy eléri a céljait, eléri ezt az új partot. Sőt, én úgy gondolom, hogy ő veled együtt tervez valamit, lesznek közös célok, vagy közeledik hozzád, és akkor a jövőben együtt alakítatok ki valamit. Mit fog tenni? Itt látható Justícia istennő, az lehet egy bírósági ügy, ahol rendezni akarja a dolgokat, be akarja bizonyítani magát, ehhez is kell az életerő, vagy itt a kart jelenti, hogy fontos döntéseket hoz, bizonyos dolgokat lezár, meg lesz a belső egyensúly, meg lesz köztetek a harmónia, hiszen rendezi a dolgokat. Sőt, itt látható, hogy ezt a botot is a kezébe veszi, ami jelenti a tűz elemét, mint például az arany kapunál a tűz eleme, akkor a kos jegye, ahol vannak tervek, lesz mozgás, valami lelkesíti őt, el akarja érni a céljait, és itt vannak a változások, sőt, jelenti ez a kártya megújulásokat is, és a lepke ezt a transformációt. Ez ugye még egy átmeneti időszak, de megvan a hite abban, hogy minden jóra fordul, rendezi a dolgokat. Amit ez a lepke még jelent a régi kultúrákban szimbolizálta a lelki dolgokat. És az lehet egy lelki kapcsolat kettőtök között. Tehát megvannak az álmok, a varázslatos kisugárzás, megvan a hit, egy átmeneti időszak ugyan, de lelkesíti valami, lesznek változások, döntések, megvan a belső egyensúly, és a kapcsolat kettőtök között egy lelki kapcsolat.
Mi fűz össze benneteket, ezt jelenti ez a magyar kártya, amit a férjem készített. Ez a rovás írás tulajdonképpen hasonló, mint a germánoknál a rúna. Itt az O betűről van szó. Gondolkodj el azon, hogy mit jelent számodra ez az O betű. Ezt leírhatod a kommentárba. Ez lehet valakinek a neve, mint például Olga, vagy Otto. Egy helyiség is lehet ez az O betű, például Orosháza. Lehet egy fogalom is ez az O betű, óvni kellene téged, például. És itt középen van a rovás írás, a régi betű, ennek van egy szimbolikus jelentése is. Első látásra számomra olyan, mint egy hatos szám, ami mindig utal a múltra. Lehet, hogy le kell zárni bizonyos dolgokat a múltból, vagy valaki gondol rád, visszatér hozzád. Ez lehet egy életút is, és ez nem egy egyenes út, hanem itt vannak ilyen mellékutak, de az a lényeg, hogy így is eléred, vagy eléritek a céljaitokat. Mielőtt célba érnétek, itt van egy kereszt, tehát külső befolyás, vagy egy találkozás kettőtök között. Lehet, hogy eddig ő egyedül irányítja a dolgokat, itt találkoztok, és hamarosan eléritek a céljaitokat közösen. Hogy te hogy értelmezed ezt a szimbólumot, és hogy mit jelent számodra az O betű, holott most jut eszembe, hogy Orosháza az nem egy ilyen hosszú O, hanem egy rövid O, de mindegy. Számomra ez is fontos, akkor ez a helység, vagy valaki számára fontos, hogy neked mit jelent ez a betű, írd le a kommentárba, köszönöm szépen. És ha tetszett a videó, akkor örülnék annak is, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze meglátogathatsz a Facebook oldalamon is, ennek is örülök, két oldalam van, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!